amikor bekapcsolod a kamerát és jön egy autó, és még véletlenül se legyen benne, akkor ez így van. Na kérem szépen. Abandoned. Abandoned videó. Honnan lehet bemenni a tiltre? Voltál meg? Dehogy volt itt benne. Hát itt a bejárat. Itt a bejárat. Szóval kicsit belekeveredtem, mert azt hittem elmondtam a lényeget, mert a road movie-ba. Jaj! Road movie-ba is megmutattam, ezt majdnem elestem. Úgyhogy ez egy vasúti valamilyen épület itt bár évén. De egy nagyon picit elhagyatott új. Nagyon egy keményen büdös. Nagyon picit elhagyatott is. Nagyon büdös. Nagy levegő. De milyen? Ilyen glettes? Erre szokták mondani, hogy neki lehet támasztani a biciklit. A szagnak. A szagnak. Olyan büdös, hogy szilárd, nem? Itt meg leszakadt a plafon. Kicsit. Amikor a mennyezet repedezett. Amikor elkezdett repedezni a mennyezet. Most mindent félretéve, mert még éppen nem öklendezek, de fogok. Jobbra vártam. Jobbra. Te nem? Tisztára, jobbra. Ennél az épületnél. Nem? Ugye? Tehát a földet nem is lehet venni, mert ott olyanok vannak, amelyek itt írta a YouTube. Érték. Akkor a méreti száraz szék lesz a földet. Mert azért keményen 50-es évek kapcsoló buli tényleg. Azért keményen nézni. Én itt össze ne, hozzá nem nyúlok semmi. Keményen nézni kell, hogy hova lépünk. Ott a konyha, nézd már be, légy szíves. Uh-huh. Csak nehogy ott feküdjön valaki mondjuk már hetek, hónapok én óta. Én meg... Ott senki. Ki van négyben szerintem. Ez konyha? Ez a konyha. Konyha. Hú, gyerekek. Ez, na most, tehát urbexesek vagyunk, de ez nem urbex. Ezt tudod mi? Putri. Putri, bazzeg. Ez olyan meg putri, bazzeg. Csillár is. Csú. Ez ilyen urbex put videó. Itt még esetleg, hogy mi lehet. Hát, tudom. Szöba? Szöba. Csak úgy, egy indokolatlan zuhanyzó. Ez tényleg egy indokolatlan zuhanyzó. Hát, ilyen. Nézd az ablakkal szemben. Volt csak volt függöny. És a lámpa, az mennyire kerül. Ja, igen, az a tányéros lámpa. Itt is szoba. Parkettát már felszették. Mit láttál Attila? Nézd már, ez mi? Azt tudod, hogy mi? Ez a nagyon régi, ebben kis megszakító. Ez a nagyon-nagyon régi, ebben automata. Ez ugyanígy lekapcsolat, izé? Igen. Nem. Hát igen, és én még ilyet életemben lekapcsolom, meg kellett nyomni azt a gombot. De ez csak ez sem az a rákat. Nézd már ezt az indokolatlan zuhanyzót. Laci mondta, nem én. Laci mondta, nem én. Nem veszem el. Van akkor a nem indokolatlan. De nézd már, ahol berakták. És még kijebb is lóg, mint ahogy kéne, de mindegy, megoldották. Jött a kőműves, kicsit burkolt. Valószínűleg ennek már csak ebben a részében lakott valaki. Igen. Ha nagyon őszinte akarok lenni, akkor azt kell mondanom, hogy kívülről egyébként jobbnak nézett ki mindenki. Igen. Tehát ezt azért meg kell mondanom. Egy csinálat elrapad le, se fel akarsz menni? Nem. Meg ebben a pincében le akarsz menni? Indokolatlan padló összefolyó. Tehát... Igen. Mondjuk ez a téglatapítva is elég indokolatlanul van itt. Érdemes felmenni, nem? Hát szerintem nem. Na hát ez egy indokolatlan hely volt, de nézzétek meg ide. Ember nincs, aki itt lemegy. Dehogy akarok. Te le akarsz? Ez egy indokolatlan kesztyű. Na hát szóval ez ilyen hely, gyerekek. Hát ez nem igazán tetszetős. Hát
nagyon rövid videó, ez egy igazi tartalék, így már. Most azért hagyom a kamerát, hogy fusson, hogy egy kicsit izé legyen egy pár perc, mert... Két lakás volt itt. Igen, ezek ilyen szolgálati lakások lehetett, jobbra egy, balra egy, volt egy ilyen közös kis... Igen, közös kis pincével persze, vagy meg egy kis ilyen kamerával. Itt tárolták egyébként a kolbászokat, szalonnákat. Fakterház volt. Hát de nézd meg, a kolbászokat, szalonnákat. Hát, ide voltak felkötve. Nocturum. Hát igen, mert ugye ezt váltották egymást. Bakter úr, adja már nekem. Kézzel mozgatták a sorompót. Bakter úr, nyisd el nekem ezt a sorompót! Na jó, hát megnéztük. Nem volt jó hely. De egy ilyen is van, hát én nem azt mondtam, hogy nem, nehéz félre nem tesz róla. Ez csak... lenne nekem jó hely itt, ez az udvaron jó hely ennek a fának. Abba? Akkor menjél. Le. Tényleg lemész? Van valami? Nem nagyon. A rész. Bagoly. Ott egy feles pohár. Amúgy tényleg? Én megadtam a feles pohár. Én kéne inni egy feles, nem az a érek. Az érek, meg is jutok egy felest. Most így, hogy mondod, Laci. Én ugye nem vagyok nagy piás, de tegnap megittam egy jó nagyot, a fájt. Bazd meg, műanyag az a baj. Sajnálom. Szóval, hogy elvittem volna. Ilyettem, nem dobtam volna ki meg. Nagyon szépen köszönöm, ahogy. Nézzétek csak Attila, mit talált nekem? Utkai videóban mondtam, hogy nekem kell egy indokolatlanul műanyag. Nézd csak! Látom, Traubi. Traubi, az a baj, hogy ezt a kosz... Sésa a suborka. Az a baj, hogy ezt a koszosat nem engedné hideg, hogy berakja meg a csajába. Még az ár működik. Na jó van. Menjünk a... Vrébe. Viszont látásra, remélem, hogy tetszett a videó, biztos nem tetszett. Nem is tudom, minek raktam ki, de mindegy, megnéztük, indokolatlan az egész, az egész, az egész. Én azt mondom, hogy ebből, ha kaphatnék egyetlen egy rönköt. Ja, kocsi tetejére esküszöm neked egy ilyen rönköt, kifizetem a feltehetjük a tetejére, a garúzását. Laci? Elbírná a kocsi? Egy ilyet? Hát hogy bírná el? Hát dehogy. Van két tonna. Kocsi teteje, mit szokna ott rá? Mennyi van, mit tudom? Abba van. Két tonna, mit tudom? Abba van. Abba van. Szabadság utca 2. Tényleg nem akarok... Nem akarok azt a falon kívül? Nem akarok ünneprontolni, de a valódi bakter jól megnézett magának minket. Na menjünk. Ott ment át az úton, bent a terházba. Na jó van, ő volt az, amit megnéztünk belülről. Tosszabb, mint kívülről. Ki van írva, hogy vigyázz, omlás veszély, de mi nem. Féltünk és vigyáztunk és megnéztük, úgyhogy köszönjük, hogy velünk tartottatok, iratkozzatok fel a csatornára, lájkoljátok a videóinkat, tartsatok meg legközelebb, és ilyen helyet ne ajánljátok, csak ettől jobbat. Na, sziasztok! 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 Wow! Wow, 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 wow. Irány Barcikba. Megyünk Barcikára? Aha. Mit csinálunk Barcikán? És ott fölmegyünk az izélet mellette. Ó, de nem az izélet nézzük meg Barcikán? Az épületet, amivel lehet menni, mit mondtak? Én összetévesztettem azzal, amihol már úgy jártam. Szerintem az. Az. Csak már most be lehet menni. Na mindegy, sziasztok.